Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai napon Kalkuttai Szent Teréz anya ünnepén az evangéliumban a csodás halfogás története áll előttünk, amely arra figyelmeztet bennünket, hogy mindannyian a saját tanítványi mi voltunkból fakadólag kell, hogy szolgáljuk és kövessük Krisztust, megtapasztalva azokat a kegyelmeket és csodákat, amelyeket nekünk mutatni kíván. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a túpartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé bejjebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Emezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és eszavakra fogadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, simontársait. De Jézus bátorságot öntött simomba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Krisztusban szeretett testvéreim, 20. századunknak a nagy szentjét, Kalkuttai Szent Teréz anyát talán nem kell sokaknak bemutatni. Az ő élete és munkássága az egymásra való odafigyelés, az irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlásának nem csak egy szép példája, hanem követendő módja is. Hiszen ahogyan megélte Szent Teréz anya a szegények, elesettek, betegek iránti gondoskodást és odafigyelést, az úgymond számunkra is követendő példa kell, hogy legyen. De hogyan tudjuk egyáltalán követni ezen az úton Szent Teréz anyát, abban az esetben, hogyha már mi magunk is éppen elesettek, betegek, vagy éppen ö, ágyhoz kötöttek vagyunk? Erre a kérdésre talán az a válasz mutatkozik meg számunkra, ami valósan megtörtént Teréz anyával kapcsolatban, a nővérek, akik ugye a szeretett misszionáriusaiként Teréz anya által alapított rendben voltak, egyszer oda mentek Szent Teréz anyához, és panaszkodtak arról, hogy nagyon sok a beteg, nagyon sok a szegény, kevés idő jut rájuk, valahogy még több időre lenne szükség nem győzik ezt a munkát annyian, akik vannak. Erre Szent Teréz anya nem döntött azonnal, hanem ugye ezt is átimádkozta. Néhány nappal később azt a döntést hozta, hogy az adott napra meghatározott szentségimádási időt egy fél órával vegyék hosszabbra. És gyakorlatilag fél órával több időt töltöttek az oltári szentség előtt, ezután a nővérek. És nagyon sokszor talán a világ azt gondolná, hogy de hát akkor még egy fél órával még kevesebb idő maradt azokra a szegényekre vagy betegekre, akikről korábban is kellett gondoskodni. Ám a gyakorlat nem ezt mutatta. Valójában több idő lett a nővéreknek odafigyelni a szegényekre, gondoskodni a betegekről. Hogyan érthetjük meg mi ezt az eseményt csupán a földi élet gondolkodásával? nyilvánvalóan nagyon sokan egyáltalán az időről is olyan módon gondolkodnak, hogy be lehet osztani, oda lehet fordítani valójában, amire szükséges, és az idő gazdálkodás ma már egy külön tudományággá vált. Azonban azzal találkozunk, hogy miközben körülvesznek bennünket egyre inkább olyan eszközök, gépek, technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy több időnk maradjon, mégis sokszor a legfontosabbra marad kevesebb idő. Az imádságra, a szeretet, az irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlására, az egymásra való odafigyelésre, vagy éppen pihenésre, vagy éppen arra, hogy egyszerűen jelen tudjunk lenni saját magunkban, megtapasztalva a bennünket körülvevő világot. Kalkutai Szent Teréz anya éppen erre érzett rá, amikor így próbálta megoldani azt a problémát, amely az időhiányból fakadt. Ő rájött arra, hogy nem lehet hosszabb a napi 24 óra, viszont az Istennek odajándékozott idő, minden, amit Istennek ajándékozunk, az kamatostól térül meg a mi életünkben. Éppen ezért, hogyha már valaki elesett, beteg, vagy ágyhoz kötött, vagy szegény, akkor igazából sokkal több ideje van imádkozni. Ne essünk abba a csapdába, amelybe a világ akar hajszolni bennünket, hogy miközben meg akarjuk oldani a problémáinkat, az időnket, a nehézségeinket, úgymond nagyobb erőfeszítéseket hozunk, hanem mi kezdjük a lényeggel, az imádsággal. A csodálatos halfogás története éppen erre indít bennünket. Vajon azt az időt, amit Jézussal az ő vele való találkozásban töltöttek ezek az első apostolok, ezek az első tanítványok. Nem tölthették volna azzal, hogy még ebben az időben is kint lettek volna is, tovább haláztak volna. Dehogy nem. Lehetett volna nagyobb az erőfeszítésük. Lehetett volna akár egy egész hét is kint a tavon. De igazából a csodálatos halfogás azért történik meg, mert Jézus kéri őket arra, hogy vessék ki a hálót. A Krisztussal való találkozás ilyen csodákat eredményez a mi életünkben is. Nem csak az időnket, hanem az erőnket, az energiáinkat, a szeretetünket, az odaadásunkat is növelheti Isten kegyelme. És éppen ezért az, amit mi Istennek ajándékozunk a saját időnkből, az nem elvesztegetett idő. Nagyon sokan szokták mondani azt, hogy az az elképzelésük, hogy a pap ugye a plébánián egész nap imádkozik. És valóban az az idő az, ami leginkább megtérül a saját napomból is, amit Istennel együtt töltök, amit a Krisztussal való imádságban tudok eltölteni, amiből újra és újra valami olyan kamatos kamat fakad az én életemben, amire nem is számítottam ami nem az én munkámból, nem az én konkrét, nagyobb erőfeszítésemből fakad. A keresztény embernek ezt meg kell tanulni Kalkutai Teréz anyától. Hogy a mi életünkben tudnunk kell úgy megalkotni az időnkkel való gazdálkodást, hogy valójában az egy odajándékozott idő legyen, teljes egészében Istennek. Kalkutai Szent Teréz anyának ez az idézete különösen is közel áll hozzám. Ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel. Arra hív meg bennünket tehát Krisztus, hogy a vele való találkozás által, az imádság által átértékeljük az Istentől kapott, ajándékba kapott időt. Hiszen ő az, aki minden pillanatunkat egyáltalán ajándékba adja nekünk. Helyesen kell tehát ezt felhasználnunk. Az imádság által, egymásra való odafigyelés által, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása által. És tanítványként nekünk tanúságot kell tennünk arról, hogy Krisztus nyomában járunk. Mi is emberhalászok leszünk, mint ahogyan Péter és az ő társai, mi is követni akarjuk Krisztust, és tanúságot tenni arról az egész világban, hogy mindig a vele való találkozás, az imádság, az idő az, ami tölt fel bennünket a mindennapokra, hogy utunk legyen az örök boldogságba, ahol a végtelen időt, Isten végtelen színelátását nyerhetjük el. Amen.